Szevasztok, srácok! Ha vasárnap, akkor ismét 300 alatt. A mai adásban a legelső megjelent Brickheads figurával fogunk megismerkedni, ami még 2017-ben jelent meg, szóval nem mostanában, mégpedig a 41585-ös Batman figurával, amit még ugye a Batman Movie, a Lego Batman Movie-ból vettek ki, vagy szerkesztettek meg, raktak össze, tudjátok miről beszélek, szóval abból a moziból, filmből van ez a kis figura, úgyhogy nézzük is meg a dobozunkat, mindig ahogy szoktuk. Amint találkozunk persze a szokásos feliratainkkal, Lego, Brickheads, 10 pluszos a készlet, 41585-ös, Batman és mindösszesen 91 darabos ez a készlet, szóval még a kisebbnél is kisebb készletről van szó. A fő dizájn a dobozon látható, hát Batman maga, egy ilyen sárga háttér van előtte, és a Batman felirat az egyes számmal, mert ahogy mondtam is nektek, ez volt a legelső Brickheads figura. Persze, hogyha nem számoljuk azokat, amit ugye a Comic Conon még 2016-ban mutattak be, de igazából szerintem az nem tartozik a hivatalos Brickheads-ek közé, vagy hát igazából nézőpont kérdése, de amit hivatalosan Lego Store-ban meg lehetett vásárolni, az ez a készlet volt, vagyis az ezzel együtt érkező termékcsaládot, amit már egyből is látjátok a hátulján, ugye először volt Batman, Batgirl, Joker és Robin, Jokert azt már össze is raktam, ha még nem láttátok a videót és kíváncsiak vagytok rá, akkor ott fönt a sarokban meg tudjátok nézni, és az oldalán pedig találkozhatunk ugye a Lego Batman Movie-ból ismerős Batman minifiguránkkal, úgyhogy akár ki is bonthatnánk, mert igazából sok mindent nincs más mondani. A kinyitási módszer ugyanaz, amit általában én nagyon utálok, ez most sem változott meg, én mindig nem szeretem ezt. Összesen van 2 darab számozatlan zacskónk, ismét egy alaplap, ami nincsen becsomagolva, és egy összerakási útmutató, ami 28 oldalas, aminek a végén ismét nincsen reklám, csak az a 4 figura, amiről már előbb is beszéltem. Úgyhogy gyorsan össze is építem, és utána megnézhetjük egy kicsit közelebbről. Nos, srácok, hát igazából 10 perc alatt ez a kis figura is összeépíthető, mivel hogy ugye 90 pár darabról van szó, ezért hát nem is számítottam sokkal hosszabb építésre, viszont mivel ez is az első szériás figurákhoz tartozik, ezért ez is kapott egy ilyen kis kiegészítő printet a plaketten, mégpedig ugye ott van az az egyes, és a Brickheads arcoska, ami ugyanúgy megtalálható volt az előző héten bemutatott Jack Sparrow figuránál, és hát még mindig ugyanúgy sajnálom, mint abban az esetben is, hogy az újabb verzióknál sajnos a Lego már nem alkalmazza ezt. Ezen kívül még 2 darab nyomtatott elemmel találkozunk a készletben, ugye Batmanünknek a sárga öve és Batman logónk is hát printel van megoldva, viszont itt teljesen máshogy oldották meg a szemét, ugye nem az a szokásos Brickheads figura szemekkel találkozunk, hanem egy ilyen fluoreszkálós, foszforeszkálós, sose tudom melyik szemeket raktak ide ebben az esetben nekünk. Tehát, hogyha lekapcsolom a fényeket, és elméletileg most látjátok a sötétben felvett felvételeket, hogy hát ugye felvett felvételeket? Még mindig nem tudok beszélni. Szóval látjátok itt a képen, hogy hát azzal a zöldes árnyalatban foszforeszkál vagy fluoreszkálnak a szemei. Aztán Batmanünk szerintem így kinézetre egészen jól el lehet találva, viszont abban 100%-ig nem vagyok biztos, legalábbis így az első ránézésen én nem jövök rá, hogy ez most a Lego Batman Movie szerinti megjelenése, vagy igazából egy átlagos Batman kinézetet kapunk. Igazából, hogyha valaki arra vágyik, hogy legyen egy ilyen átlagos kinézetű Batman-e, amit hát így ránézés látja, hogy Batman, akkor ezzel a figurával meg fogja azt is kapni. Szerintem annyira nem feltűnő rajta, hogy ez most a Batman Movie-ba volt benne, mármint a Lego Batman Movie-ba, vagy bármelyik Batman másik filmben. Összességében, srácok, szerintem ez a kis figura remekül sikerült. Egyértelműen egy jó választás volt a Legótól, hogy ilyen világító szemeket adtak neki, mert hát így még jobban kiemeli az összes többi Brickheads figura közül, és még a tetejére ugye ezzel kezdődött el az egész sorozat, úgyhogy ennek köszönhetően számomra még különlegesebb ez az egész, mivel hát ez volt az első darab. Nos, srácok, hát ez volt a 41585-ös Batman figurának a bemutatója. Én nagyon szeretném megköszönni a figyelmet, tudjátok, iratkozzatok fel, mert az nagyon fontos. Lájkoljátok a videót, hogyha tetszett, és hát találkozunk a következő videóban, ami a szokásos heti bemutató lesz. Addig is jók legyetek, sziasztok!